Csodálatosan szép csütörtök estét kívánok mindenkinek, boldog kis pénteket. Nem tudom még, hogy szokták más néven mondani, most csak ennyi jutott eszembe. Hétvége felé közeledvén, egy nappal előtte vagy kettővel. Haló. Szia, Tenir, Lord Féri Ádám zsebe, Veldurf, pacsi, Lightfoot Györgyával nyúl. Üdv mindenkinek, csütörtöknek szokták hívni. Hát igen, végül is. Hívjuk csütörtöknek, legyünk ilyen boomerek. Jó, ha már csütörtök, legyen csütörtök. Szia Feri, hello, kocka, sör, berender, vezempléni, kecú kibérelve, holnap kezdődik, mehet. Na, hölgyek, urak, a mai nap folyamán a menetrend hashtag hazudott, de ami nem hazudott, az az, hogy Mr. Book 18. hónapja feliratkozó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 18 hónap támogatást. Örögjenek a hype-ok, és hát... Haló, cunami esőre jövök vissza itt egy nap kihagyás után. Lord Féri, köszönöm szépen a 19-et. Hamvas, fixen, nagykorú, kappa. Akarom mondani, csak így tovább. Hűha, jó. Tehát pörgessük a hype-okat, mindenkezben mesélek. Szóval, vagy mit kezdtem el mondani? Úristen, megzavartatok a szúbesővel, még nyomjátok, még hát, ha eszembe jut. Szóval, üdv mindenkinek, ott tartottam szerintem, hogy ugye egy napot kihagytunk, ja igen, és hogy a menetrend hazudott, ugyanis a menetrendre be az volt beírva, hogy ma az Asterigos nevezetű videójátékkal fogunk játszani, de nem igaz, mert nem azzal fogunk játszani, mert ráfügtem, mert tetszik, és rohadtul érdekel a sztori, úgyhogy a Plektéllel fogunk játszani. Ő Plektél! Baromi jó ez a játék, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy hova fog kifutni. Nem tudom, hogy a végére jutunk-e a mai nap, nem valószínű. Valószínű, hogy még egy stream lesz belőle, de majd meglátjuk. Nagyon fontos közlemények. Jó? Tehát, hogy először is ma ezzel játszunk a menetrend ellenében. A holnapi része a menetrendnek az fix, tehát, hogy abban a pillanatban, mint indul a stream, már lehet, hogy már hamarabb is, de hogy kod multi, megnézzük, hogy milyen lájtos puffogtatás lesz holnap, úgyhogy ez várható. A hosszú hétvége folyamán szerintem jövök streammel, tehát mielőtt azt hinnétek, hogy elvonulok, és tényleg napokat fogok részegen, fetrengve tölteni valahol, nem, tehát eleve nem fogyasztok alkoholt, tehát hogy így ez már meghiúsult. Másrésztről pedig van fejemben beütemezve, hogy legyen stream, van egy-két program, ami befolyásolja ennek mikorját, de jövök. Ha más nem, akkor itt a 4 napos alatt valószínűleg befejezzük a Plektélnek a sztoriát, ugyanis T-13 nap, de lehet, hogy csak 12, nem tudjuk, de 13 nap a fix, T-13. Ezt tessék megjegyezni, és húzogatni, strigulázni, ez a lényeg. Jobbulást adnak, aki kicsit rosszabbul érzi magát, jobbulást kívánunk. Ami még nagyon fontos, csak így gyorsan kalandozok kicsit a gondolatokba, de hogy ezt a részét letudtuk, T mint Terminátor nap, így van, a T-Day, nem, isteni nap lesz 13 nap múlva, isteni. Nos, legyen tánc, Veldurf, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 100-as csírt, köszönöm szépen, hogy beröffentetted azt a turbóvonatot, hát nincs megállás, nincs kiszállás. Tessenek felszállni a vonatra. Bocsánat, elnézést. Szóval, írrép. Azt akartam mondani, hogy ha már így a bejelentés, meg így egy-két információ, változni fog egy csomó minden a következő időben, a következő néhány napban. Többek közt a gép. Ugyanis átépítésre kerül, erről finoman már azért jeleztem. Nagy valószínűséggel egyelőre azt látom, hogy nem biztos, hogy ebből lesz élő adás, hogy én azt szétszedem, a másikat belerakom, nem mindegy, szóval az átépítés mikéntjéről nem valószínű, hogy lesz élő adás, ezt még nem fix, kimatekolom, de hogy a 4 napos történet alatt valószínűleg ezzel is foglalatoskodnom kell, vagy ezzel is foglalatoskodni szeretnék. Ami még változás lesz, a YouTube-on is fog változás bekövetkezni, itt ilyen elnevezési cserebere, mizéria,
és hasonlók lesznek, tehát semmi olyan, ami titeket olyan szempontból érintene, hogy jaj, vagy megszűnik, nem lehet majd visszanézni, meg nem. Tehát ugyanúgy elérhető lesz, csak más néven lesz valószínűleg a csatorna. Egy picikét. Egyelőre sajnos, nem sajnos, de hogy legalábbis én nem tudom állítani, hogy milyen reklámok, vagy reklámmentesség, vagy akármi legyen a VOD csatornán, ugyanis a YouTube a kiváló 2022-es stratégiájának köszönhetően 8 hónap alatt ők egy levelet nem tudtak nekem kiküldeni, amiben egy PIN kód van, úgyhogy hát ezúton is amúgy gratulálunk a világ egyik legdrágább cégének. Tehát tényleg vastaps, mindeközben gyávanyul, nagyon-nagyon szépen köszönöm a csír, köszönöm szépen a támogatást. Szóval, hogy tehát tényleg a Google a világ egyik legnagyobb cége, 2022-ben a digitalizáció és a környezetvédelem jegyében papír alapon postán küldenek ki valamit. Tehát erre csak annyit tudok mondani, hogy teljes idiotizmus, és hogy unbelievably, na mindegy, nem, nincs olyan szavak jutnak eszembe, amik nem igazán nyomdafestéket tűrőek, úgyhogy ezt hagyjuk, de ennek következtében nem tudok jelenleg dolgokat állítani a YouTube-on. Másik változás, hamarosan a Discord szerverünkön hát szoba átnevezések, szoba eltörlések, szoba regulárások és egyéb dolgok várhatóak, úgyhogy tessenek majd figyelni a fejleményeket, természetesen mindenről értesítés, és mindenféle, senki nem fog lemaradni, de változásokat szeretnék eszközölni. Ennek többségében az a indoka, és ez igaz amúgy a Twitch chatre is, hogy kezdünk növekedni, ami nagyon jó, és nem szeretném, hogy az lenne, hogy egy-egy embernek mondjuk a viselkedése, más emberek szórakoztatásának, szórakozásának, vagy kikapcsolódásának a rovására menjen. Úgyhogy eznek tiszteletbe tartásaképpen nem nagyon fogunk, hogy is mondjam itt, kece vagy jó fejkedni, nagyon gyors reguláció és kordában tartás lesz, már csak azért is, hogy a béke és a szeretet jegyében és a pozitivizmus jegyében és a kellemes kikapcsolódás jegyében folytathassuk tevékenységünket. Na, röviden és tömören ennyi, természetesen nincsen semmilyen probléma, csak mielőtt még mondjuk a háromszorosára duzzadna a nézői és követői bázis, amit reméljük, hogy a következő két héten belül megtörténik, mindjárt ezt várjuk már 4 éve, de lehet, hogy a következő egy héten megduplázódunk, meg háromszorozódunk, soha nem lehet tudni, erre föl kell készülni, és én felkészülten szeretném ezt várni. 69% hype van, gyerekek, tehát hogy ez nem véletlen, 69%, úristen, kicsit túlértékelt ez a 69, de na mindegy, ebben nem menjünk bele. Hölgyek, urak, szerintem én azt mondom, hogy nagyjából ennyit a információ csepegtetésről. Még egy apró dolog, ugye tegnap azért nem voltam streamen, meg azért nem volt stream, mert én koncerten voltam. Ezúton is csak annyit mondanék, hogy wow, elképesztően rohadt jó volt. Aki esetleg kedveli és szereti ezt a stílus, mindenféleképpen csekkoljon rá. Melody Gardo a hölgy neve. Egy jazz zenész, artist fenomén, én nekem az egyik kedvencem, elképesztően jó koncertet adott tegnap a Műpába, úgyhogy azon voltam, zseniálisan király volt. Na, ennyit erről, a Hyphonap már 2-es szinten, nagyon-nagyon keményen toljátok neki, Jolly Hero, nagyon szépen köszönöm a 40. hollapot, pörgessétek a hype-okat, én pedig pörgetem. Jaj, tündérhapci, a gémet. Nos! Hát nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt. Egyből muzsikával és mooddal fogadunk mindenkit. Szóval, folytatjuk végigjátszásunkat a Plague Tale Requiem történetének fonalán, ahol is a 10. fejezet, a vérvonalak fejezetnél járunk, és a szigeten, Lacuna szigetén kalandozunk, és próbálunk rájönni bizonyos dolgokra, és próbáljuk megtalálni Hugo álmában szereplő területet, helyszínt. Ennek okán hát többféle felfedezést tettünk, mint például azt, hogy
nem csak Hugo és Amici az első ilyen hordozó és védelmező a történelem folyamán, hanem ez már egy régmúltra visszatekinthető történet. Ugye ezt tudjuk, hogy a makula, a fertőzés, ami Hugo vérébe benne vagyon, az hát nem egy mai dolog. Úgyhogy ennek következményeképpen, amik itt a felfedezésre kerültek a szigeten, két új, vagy két irányt, vagy két helyszínt csekkolunk le. Az egyik az előző streamben megtörtént, az egy a hegy lábában megbújó kastelló, nem kastély, szentély volt. Most pedig egy forthoz megyünk, aminek útján hát rabszolga a kereskedőkbe futottunk, úgyhogy innen folytatjuk most a történetünket. Miért menekültek el a kastélyból? Melyik kastélyból? Hát az egyikből azért, mert a patkányok jöttek, és szanaszét rombolták, ez volt a történet legelső egyharmadában, ugye, Provence-ban. A másik kastélyból nem elmenekültünk, ahol itt vagyunk, Lacuna kastélyából, hanem ott a vendégszerető gróf és grófné hát szabad bejárást ad nekünk a szigetre, úgyhogy ennek következményeképpen és lehetőségét kiaknázva kalandozunk most. Valahogy így. Jó pihenést annak, aki éppen megy pihenni. You were right. One was still alive. Let's get going. I don't want to end up like Diaz. Why isn't that portcullis raised yet? Hey, raise the damn gates! Ay. I'm going. Hide in the car when you can. What about you? Come on, what is he doing? Unbelievable. I'm gonna kick his ass. Örög a hype van, srácok. Nyomjátok. Keményen. Most megéri állítólag. Megmutatjuk, hogy milyen sok emberhez el tud jutni a stream. Mindeközben elbújunk a kocse. Szia, Enci, hello. Hirtelen annyit beszéltem itt az intrózás alatt, hogy már kiszáradtam. Jönnek. A patkányok, gondolom. Igen, a patkányok. Jönnek. Szeretek, hogy hangerő meg kép minden oké-e. Gyorsabban mozgást, ugye ő a rabszolga kereskedő vezér. A Miló, vagy hogy hívták. Ó, jaj. Aha. Aha. Ő megy a chapelbe. Fú, de rohadt jól néz ki. Jó. I made them come here. It doesn't matter right now, Hugo. Don't panic. Think. Look around. Take a look around. Okay. Azt mondja, hogy. What now? Hey, ja. Here. Sophia, you're here. Sophia, Mizu. What the hell happened? It's bad, Sophia. Do you see any way out of this? With them around, I don't. Maybe. But it's going to be. No matter. Now, either it works or I'm dead. Well, I can't believe I'm doing this. Mit csinál? That thing is amazing. A kristály, yes, ami a kezébe van. Treasure. Az igen. Sure it would channel enough of that fire's light. Aha. A tűz fényét felhasználva. Yes. Csinál magának egy fény csóvát, és ezzel most így tudunk menni tovább. Nagyon szép. Nagyon szép, közben 3, 2, 1. Hát nagyon szépen köszönöm a turbó vonatozást mindenkinek, hát nem is tudom mennyi ajánlás, 800 ajánlás sikerült összehozni mindeközben. Na én pedig tüzeskedek, csak hogy éjszaka nehogy bepisíljünk. Jó. Sophia can create an area of light around her with her prism. Nyomjam meg ezt, és nyomjam meg a... Aha, tehát hogy mit reflekteljen. Sophia, light away for us! És akkor azt, ha megmondjuk neki, hogy melyiket reflektálj, akkor oda ahhoz, amit reflektál, oda tudunk menni. Oké, elég. Mondom, elég. Jó, át kell kelnünk majd itt. Na, pakányok. Nyugodalom van. Nézd meg, úgy ilyen, őrült
körbe-körbe rohangálás, hát egy... izé koncerten nincsen, mondjad már, metal koncerten. Pogó. Na. Oszt innen ugye hova? Szól a kérdés önön magunk felé. Ott látok a némi fény lehetőséget. Igen. És arra? Ott látok az loot? Vagy oda csak be kéne dobni egy tüzes történetet? Mit gondoltok erről? Az a baj, nem merek jobban előre menni, mert már így csiklandozza a lábújunkat a izé. De az a baj, nem látom rendesen ott mi van. Az loot vagy tüzes cucc? Sosem tudjuk, mert menjünk oda. Maradjatok a fénybe. Már megszoktuk ezt, úgy tudunk ki. Na várjatok, ide, hogyha megpróbálok. Eskü nem látom, hogy mi van ott, de szerintem az ott valami loot. Jó, semmi baj, arra megyünk tovább. Szólunk a csajnak. Nem kell mindent fölvenni, ez nagyon fontos. Jó. Let go. Jó. Itt van ilyen... izé. Ilyen izé, jól megmondtam, tehát fogpiszkáló. És akkor a fogpiszkálóval át tudunk ide jutni. De itt nagyon tüzes. Ha engem kérdeztek, ez itt nagyon tüzes. De benne állunk a tűzben, nem? De gyere már ki a tűzbű! Jó, vissza mielőtt leég a fogpiszkáló. Na, majdnem meghaltam. Hát ez GAG-hez. Ezt kinyitottam és nem vettem föl. Lesznek ma még problémák, van egy ilyen sanda gyanúm. Jó. Oké, a tüzet ott el kéne oltani? Tehát lehet, hogy oda kéne dobnom egy ilyet? Vagy így? Aha. Hát most megindultak arra. Nagyon jó. Ezt nagyon jól csináltunk, nekik utat oda. Aha. Nem lehetett volna inkább oda csinálni utat nekik? De nagyon hülye vagyok. Szerintem pont arra kéne mennünk, én meg most konkrétan az utat elzártam. Ha csak nem tudunk végig... Nem tudsz oda reflektálni? Jány. Nem tudod oda reflektálni, de muszáj volt elzárnunk, mert különben a tűzön, vizen keresztül kell menni. Jó, hát figyeljetek. Hát egyszer élünk állítólag, ez meg egy nagyon nagy fogpiszkáló, úgyhogy végig tudunk menni. Arra menjek, nem megyek arra. Ez nagyon veszélyes. Dobd el. Van egy ilyen bemehető, de nem menjünk be. Jó, itt vannak a katonákok, most viszont vannak patkányok, úgyhogy tudunk olyat csinálni, hogy a kisráccal nézzük, hogy hol vannak a katonák. Az élő humanoidok. Ojaj. Na, azt mondja, hogy itt van egy pocak. Egy Mr. Pocak. Jó, a Mr. Pocak. Arra kell amúgy tovább mennünk. Várjál, mert nem tudok lemenni, mert ott vannak a patkányok. Jó, mondjuk az nem loot, úgyhogy lehet, hogy nem erre kéne próbálkozni. És ott jön valami csóka odalent, látjátok? Persze, hogy látjátok, ti is. Ti is rendelkeztek két ilyen golyóval, amit szemnek hívnak. Ha jó, odáig jön el. Világos. És akkor őt amúgy innen... Ja, nem tud. Viszont, hogyha őt kicsaljuk oda,
Á, nem. Ez túlzottan veszélyes ötlet, hogyha kicsaljuk és közben azt lehajintjuk. Túl hangos. Jó, nézzünk el erre. Ott van egy pajzsos csóka. Meg volt egy másik körjáratozó. Tökéletes lett a vérgéped eredménye? Na, ez nagyon jó hír. Nagyon jó hír. Gratulálunk, Genci. Ez jó. Ez jó. Csak így tovább. They all thought Milo was crazy. But look, they're back. It's working. It's working too well. They took several of our men yesterday, and there were only half as many rats. Milo has to finish this fast. Relax. The Don't child will cleanse us of all this blood. And grant us fortune. We'll see about that. We're all going to die. This can't end well. Ez nem végződhet jól, azt mondja Amicia. Hát mondjuk lehet, hogy van némi fogalma arról. Jó. Itt tudunk olyat csinálni, hogy... De nem oda dob, te nagyon hülye. Oh-oh. Oh-oh. Szia, pocat! Hát de... Tarkon lőttem a csávót és nem halt meg. Na jó. Hát ezt... Vétó. Vétó? Konkrétan vétó. Ilyet? Hát a csókát konkrétan tartom. Na jó. És itt le lehet silent killelni? Csak counterezni. De az nem fogja leszedni. Abba nem hal bele, ugye? Igen. Jó. Ez teszt volt, bocsánat. Tarkov lövés volt. Tarkov lövés. Az. Eltörtem valamit. Nyugi, csak a szék volt. Jó, és hogy jutunk át, hogyha osonni szeretnénk? Kicsit sok a pakhany. Ez a Force Science, igen, szia, miért van a maga, bocsánat. De ott van egy bácsi, akinek mindenféle cucc van a fején, és nem tudjuk csak úgy szimplán leszedni. Ez a Bicycle Diary, köszi szépen a raidet. Hello, hello. Most eléggé nagy hangzavart csaptak, amikor őket itt lekavicsoztuk. De ez lehet, hogy működőképes lehet. Már csak azért is, mert elterelésnek is jó. Tehát, hogyha én mondjuk ezt csinálom, így, onnan lentről fölmegy a csávó, én pedig lefelé tudok jönni. A loot most kivételesen másodlagos volt ott oldalt, bár az egy viszonylag nagy láda volt, úgyhogy van némi... hát hogy mondják ezt, rossz érzésem, hogy azt ott hagyjuk. Ó, oh, mamma mia, macaroni. Hű, itt van a csávó, itt van a csávó! Jaj, jaj! Na ilyet még nem csináltunk. Na ilyet még nem csináltunk, hogy belelöktük a... Őt is, ez az. Jaj, észre fognak venni, nyugi. Ugye mindez azért lehetséges, mert a... Ahogy játszunk, annak mértékében bizonyos skillek fejlődnek, és hát kellően agresszívak voltunk bizonyos helyzetekben, ezért ez az opportunista, vagy melyik vonalon van? Mindegy. Szóval, hogy ez ott fejlődött ki. Jó. Oké. Okay. Közben Vatkender, Jézus Márján Vatkender, nagyon-nagyon szépen köszönöm a, hát a híres bugyi nedvesítő 500-as csírt. De mik ezek az emótok?
egy rip, egy sírás, egy vitta. Köszönöm a támogatást minden esetre. Ez itt mi ez itt? Ez itt. Very big láda, very big láda. Jó. Drámai a helyzet. Vannak dolgok, amiket meg kell csinálnunk, amit föl kell venni. Köszönöm még egyszer, Vatkender, a meg test szexualizáló támogatást. Közben Suders Gaming, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Hát gyerekek, ma egyszerűen nem lehet veletek bírni. Support cunamik vannak itt, kérem szépen. Pörögjenek a hype-ok. Szép napot, estét neked is. Hello. Köszönöm. Várjál, azt mondja, hogy Y, itt meg... Észrevettek. Ez kevésbé jó. Az a baj, hogy le fog égni a fogpiszkáló, amíg kinyitom ezt, mi? Szeded, nyomod. Oké, vissza. Gyorsabban. Igen, ez hát... Éreztem, hogy ez lesz. Kezdhetjük előre, pedig olyan szép lökéseket csináltunk. És tényleg a legelejéről... Fuck! Szomorú vagyok. Búú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 ú
az előző, ez nagyon tetszett. Kitartást is sok sikert, nem egyszerű. Nem, de megbirkózunk vele. Meg szórakoztató a videójáték alapvetően. A szisztéma, teendő ugyanaz, csak most ezúttal nem kéne meghalni. Jó, jöjjünk ide. Jöjjünk ide. Hát, ha lejön megint valaki, és oda tudjuk. Na, ez mondjuk egy alapvetően nagyobb probléma, mint az előbb. Ne, megnyomtam a countert! Ne, counter! Hát mondjuk nem erre gondoltam, hanem lökjed bele! Strike! Azaz! Nagyon jó! Ne, és most a... Mocskos pocak odajött, ezt megölt! Ez most nem jött úgy össze, mint az előbb. Az a baj, hogy a túloldalról észrevett a csávó. És ugye az beriasztott egy hangyányit. Na még egyszer. Megcsináljuk, srácok, a terv megvan. Még azt még, arra még nem jöttem rá, hogy a nagy látához hogy megyünk oda, hogy ne halljak meg, de... tudod, mi nem volt egyszerű? A valkűrös csajok. T-minusz 13 nap. Előző nekifutásunknál itt. Hogy nem lett észre? Már be is riadózott onnan a túloldalról. Jó, csak step by step. Strike. Egyszer. Jó, a túloldalról nem tud ide átjönni. Igen, és most lökés, ez az. Nagyon jó. Igazán elkapsz? Ez tűz nélkül mit csinálsz? Mondjuk én mit csinálok, az is egy jó kérdés. Ugye az igniferes csávó itt, hogyha meghalt, there won't save you. Here you are. They're on us.
Semmi baj, az ott ő el van magának az az egy ember, majd mindjárt elveszíti a figyelmünket, vagy a figyelmét. Én itt feljövök addig lootolni. Oké? Okay? Ezek medium rare verzióra átsültek. Oké. Okay. Jó. Szét kéne itten nézni, hogy mit lehet csinálni. Hogyan tudnék oda menni, anélkül, hogy meghalnék? Mert oda kéne oda mennünk, ez nekem gyanúsan gyanús. Amúgy még PC-s hiányzik, de nagyon sok, hogy kifejlesztjük itt a harmadikat, ami egy nagyon-nagyon jó cucc itt az instrumentnél a harmadik pont, mert ha megnézitek, hogy mit ír alul, egy olyan toolt fogunk upgrade-elni, ami azt teszi lehetővé, hogy többé a fejlesztésekhez tool nem kell, hanem csak a darab. Úgyhogy azt fogjuk majd kigyűjteni. Jó. Vissza a feladványhoz. Ugye itt van ez a háló, amin keresztül a patkányokat tudjuk irányítani. Aha. Tehát tudom azt csinálni, hogy őket megindítjuk. Csak az a baj, hogy ugye itt van fény. Viszont így eltűnnek? Nem jönnek ide? Vissza? Mert akkor ez egy hatásos megoldás így, nem? Ez működhet? Srácok, mit gondoltam? Szerintem fussunk le gyorsan, hát ha még nem jönnek vissza. Basszus. Az gond. Ez a futás volt a rossz ötlet. Az a baj, hogy most nem tudom, hogy hol van. Aha, de nem tudott idáig eljönni a pakkányok miatt. Viszont... Mi van, ha az... Jaj, én nem merek tovább menni, itt egy patkány is veszélyes. Jó, ilyen van nálunk, yes. Szia, haver! Nézd csak! Nyamika! Jó. A túloldalon ott van az úriember. Na most... az úriembert... azt tudjuk csinálni, ha engem kérdeztek. Nem vagyok szakértő, de... én amondó vagyok, hogy... borítsuk sötétségbe. Patkányok! Kaja! Meghalt. Okay, itt át kell majd kernünk. Mi van, ha ide dobunk egy ilyet? Akkor oda tudok menni szerintetek? Teszt. Futi. Nyissad már! It's gone. Most elhasználom, bocs. Túl jól haladunk ahhoz, hogy ne használjam el. Viszont ilyenből ez az egy van, úgyhogy it's a problem. Lassan mentem oda. Jó, semmi baj. Semmi baj. Azért van, hogy elhasználjuk. Valahogy át kell jutnunk. Jó. Hát... vajon mennyien fognak észrevenni, ha én itt így átsétálok tűzzel a kezembe? Volt nála pia. Alkoholista pista. De ez mekkora kamu? Jó, idáig el tudtunk jönni. De a lépcsőn is patkányok vannak? Hát de nem ott jött le a csóka. Jó, na nézzünk szét. Hol vannak még people-ök? Aha. Kár, hogy a lootot nem látom így.
Fönt van valaki. Az egy ijász fönt, vagy sapkás csávó? Sapkás csávó. Hát annak azért nem örülök. Megmondom őszintén. What? Rats? I wish you to die. Don't let them get to you. You're better than them. Elfogyott amúgy a... agyagedényünk. Ott egy kis fény, az mindig jó. Igen. Mamma mia, most merre menjek? Az a baj, hogy ott a lépcsőn nem tudok felmenni. Erre nem látok cuccot, amit meg tudnánk gyújtani. És már jönnek rám a patkányok, nagyon jó. Gondolkodom. De itt, mondjuk akik itt vannak, azokat nem tudjuk irányítani innen? Összegyűlés. Ja, itt van fény. Küldjük föl őket. Itt nem látok lootot. Itt jó, ha itt lesznek. Na, ha az az egy darab patkány miatt meghalok, komolyan mondom, hazamegyek, pedig itt van vagyok. Jó. Fénynél vagyunk, túloldalon a csávó, ha minden igaz. Fölöttünk most jönnek vissza. Ó, oké, tehát idegenesen sikerült ezt előadnunk. Jó, ezen amúgy át tudunk menni. Csávó sem érdekel annyira, mondjuk ott lehet, hogy ott van egy nagy láda. Az mondjuk jobban érdekelne, ott ami csillag, az egy láda szerintetek? Arra célzok ott, az ott mi. Azt meg kéne nézni valahogy, ugye? Aha. És mi van, ha azt csináljuk? Ha az úriember tudja. Ó, még nem fog tudni fölmenni, az a baj. Mert itt fény van mindenhol. Ahhoz még azt is el kell oltani. És akkor most. Jaj ne, hogy pont fénybe vagy, te szemét! Ne! Mekkora rohadék! Nem tudom elkapni. Jó, nem baj, ő ott nézelődik. De nincs ilyen agyagedényem. A rohadt életben azt akartam ide ledobni, így nem tudok tovább menni. Hát most konkrétan beszorultunk ide. Na ne! Hát ez most öngól. De ne már. Nem tudok ilyet dobni. Nem kell help, de köszi. Hát akkor marad az, hogy megpróbáljuk így odébb rakni őket. Ó, most nem, most jó helyen van a csávó. Ajaj, kezdem túl erőltetni. Én csak nem tudok odáig elmenni, nem? Á, nem, mégsem tévedtem. Hordó nem feldobható. Mi van, ha ilyen tarral megdobjuk azt? Aha, erre gondoltam. Több fény.
ugye? Nem tudom ki... Be van zárva. Ne. Azt hogy dobtad oda? Ah, Istenem. De másodjára nem oda dobja, hova... De ez mi? Ne haragudj, mert hármat eldob totál máshova, mint ahova szeretném, hogy dobja. Hát azért, nem azért lootolok, hogy a játék elvegye tőlem. Basszus. Hát ez nettó idegesítő paraszt dolog volt. Már bocsánat. Jó, tehát ki kell nyitni valahogy az ajtót, ergo gondolom oda föl kéne menni, mert valahol melyik oldalon fönt lesz a cucc. Jó. Világ vissza. Azt mondja, hogy ott is vissza kéne kapcsolni, csak most nem tudok oda menni. Úgyhogy azt csináljuk. Így ide visszajövünk, igen. Azt mondja, hogy azt bekapcsolom így. Abba por van, nem izé van, ugye? Az a bajom. Na jó, nézzük meg. Nincs adatotam. És nem jó helyre dobja meg. Hát komolyan. Kösz az aim assistot. Kösz a semmit. Föl, gyerünk. Jó. Fönt vagyunk itt. Nagyon jó. Az egy láda volt, amit láttam ott, oké. Ha más nem, a ládáért feljöttünk. Legalább alapanyag visszapótlásunk van. Jó. Aha. Az, mi az? Pieces. Ok. Túloldalon ott ilyen tartár ládikó van. És akkor erre felé, befelé kell, gondolom én, mennünk. Van-e, vagy nincsen-e valaki itt-e? Nincsen. Oké. Okay. Ez jó, egy ilyen cserépedényt találtunk. Ezt mindjárt megtekerentyűzzük, mert azt kell megtekerentyűzni. És akkor alapvetően itt a túloldalon, aha. Ez az, amit láttunk. Júj, de várj, ott egy-egy patkány van. Is it a bug, vagy azok megölnek, .hu. Ott is fel lehetett volna jönni. Jó, várjatok. Nyír veszélye. Az átmászós. Igen. Igen. Jó. Oké. Okay. Tekerhetjük megfele. Micsoda? Próbálsz aktívabb lenni és kevesebbet lurkolni? Na, hát... Ahogy éppen kijön. Na, menj! Kinyitjuk a izét. Az ajtót. Oké, okay, kijöttek a katonákok. És megint mellé dob. Kezd kicsit bosszantó lenni. Oh, no, it's been killed.
kellemetlen. Állítólag kellemetlen. A spontán égés. Ja, hogy itt csak lefelé tudunk menni, fölfelé nem. Köszi. Jó. Nyugi, nyugi. Ezek a pakkányok milyen kis lelkesen mennek a testre. Jó. És akkor mi így megyünk át. Ez a mi útunk. Jó. Nehéz szülés volt, de sikerült. Sikerült. Megoldottuk. Volt nálunk sósa. Feláldoztak mindenkit itt, láttátok. They think the blood will bring the child to like them. He would kill them for this. Look on the door. Your order symbol. Let's get inside that chapel and leave. Itt van a chapel, ami miatt jöttünk. Ugye ez volt a mozaikon, a talajon, a térképen, hogy így, ha így tetszik. És ugye itt a rabszolgákat, vagy hát akiket elkaptak, azokat hát kivéreztették annak hitében, hogy ez majd elnyeri a tetszését a gyermeknek, az eljövendő gyermeknek, ugye, aki a makulával rendelkezik, vagy végre megjelenik. Kicsit tévedésben vannak, hogy gondolom én, hogy ez a gyermek mit csinál, és mit fog csinálni, megérek. Mielőtt bemennénk oda, kicsit szétnézek, mert gyanús, hogy mindenféle finom falat és hasonlók vannak erre felé elrejtve. Vagy majd erre kifelé kell mennünk, most eléggé csak sétálni tudok, tehát nem lehet sprintelni, hiába nyomom, mint süket a csengőt, ugye? Nem történik meg a futás csodája, úgyhogy térjünk vissza az útra. Szia, korát Frick, köszi szépen ezúton is a szubot, a tövárinál. Careful with the drop here. All right. Na, kicsit elvettünk itt az epikusságából ezzel a lootmániával, ami előtört belőlem, de semmi baj, maradjatok velem, megyünk a chapelbe. To the chapel! Nem ezt mondta Arnold is? Nem ezt mondta. Nagyon hasonló, de nem. Na, itt vagyunk. The child. Ott van a gyermek. So many of them. They're pretty recent. Who did this? Milo? This fresco. It's the carrier and his protector. It's the only one where she appears. So what? This chapel was dedicated to her? To the protector. Aelia was just filling a position. That was her function among the order. They wanted to punish her. Ott van a gyermek, mellette a védelmező. Ez az első rajz, vagy ábrázolás, amin a védelmező maga megjelenik. Ugye ott a karddal, meg minden. Ott vannak a többi order tagok, vagy hogy mondjam, és ugye itt vannak a patkánok, akik néznek föl a gyermekre. Jó, és itt lehet lefelé menni. Mindig nagyon jó egy elhagyatott templom aljában lévő kriptába bemenni. Főleg horrorfilmekben ezt tudom javasolni. Tehát, hogyha véletlen egy horrorfilmbe szerepeltek, tehát akkor általában az szokott lenni, hogy le kell menni, nem. Nem kell lemenni. Szia, Timi. Valami van itt lent. Egy kripta. Van ott valami. Az meg... Oda ki van... Ki volt kötve ide valami? Valaki. Csak nem a védelmezőt végül itt tartották fogságba. És így tudták a gyermeket. Nem, várja csak. Unum tueri
Omnes Tuendo. Tuendo? Protect one, protect all. Igen, Feri, jöjj. The order locked her in here. Szia, konyász. That's a nice dynasty of morons you got there. Akkor jó, jó megérzés volt. Ide zárták el a védelmezőt, hogy tudj, azt csinálhassanak a gyermekkel, amit akarna. There might be a spider in there. Pókokkal óvatosan. This thing again. Why? Ott van az a rend jele. Nem lehet, hogy a főnix. Scared for the carrier. He's so young. She wants him back. She knows where they took him. Ez minden a jelből? The palace. The fort. The map. This is where they took him. Ezt ismerem. Valami Sauron nevű csávóé. Szerintem adjuk vissza neki. Under the map. Just like that? Just like that. Nem szabad felhúzni. A protector's legacy. Nem jó. To another protector. Aj, sure. Kezdődik. That makes sense. Whatever. Just another day in your life. Let's go back to the map. Menjünk vissza a térképhez. Ennyi? Az előző helyen egy komplett szertartás volt, ahol konkrétan sexeltek a vízbe a végén. Ehhez képest itt konkrétan semmi nem volt. Egy kölyő alatt néztük meg, hogy mi van, ezért öltem meg a rabszolga kereskedőket. Francba. Szerintetek erre gondolt Nessai ma az a putesbe, hogy egy fölösleges húsperc? Szóval 20 perc. It looked like his work was done. Gameplay rész van, ami így... Hogy hát a fene se tud. Mi kiderül? Ma megyünk tovább, nyilván meg tudjuk. Tessenek szépen imádkozni itt, mindenki elmond egy imát az atyához, a fiúhoz, meg a mit tudjam én mihez, meg a Szent Starkhoz. Uh-huh. Amiló! This place is sacred. You. Who was you? You answered my call. Did you like my offering? Had no meat, Ben. I can help you rule. I've got men, slaves. You killed all of them. For you. The Countess. She calls herself a mother, but. You need no mother. You need servants. Stop telling me what I want. Buff. Buff. Elkapta a csaj lábát. You're the girl from the painting. No. She is. Don't say anything. Hát, ez a Milo. Here we go. They're coming. Hide. Watch over Hugo. Mi? Azt átmegyünk keményba. Bocsász meg. Nem jól voltam. Ú, az egy pocak fejű pocak. Várjál, mert az dobálódzik. Hülye íjász. Na ne! Videójáték.